A Hitélet mai református adásában elsőként a Magyar Református Szeretetszolgálat akciójáról számolunk be, amely során 8 tonna tartós élelmiszert juttattak el Kárpátaljára. Ezt követően a Tiszaújlakon megszervezett jótékonysági koncertre látogatunk, majd a szépkorúak számára rendezett alkalmon veszünk részt Tisza keresztúron. Tartsanak velünk! A Magyar Református Szeretetszolgálat egész évben támogatja a kárpátaljai rászorulókat ruha, nebűvel és élelmiszerrel. Az idén Magyarországon és Erdélyben gyűjtött pénzbeli adományokból tartós élelmiszert, valamint higiéniai eszközöket vásároltak. Ezeket december folyamán juttatták el a kisjövedelműekhez és a szociális intézményekbe. A Kárpátaljai Református Egyház fontos feladatának tekinti a nagycsaládosok segítését. A Benei Sándor család halmozottan hátrányos helyzetű. 2 éve leégett a házuk. A KMKZ vásárolt nekik egy lakható ingatlant. Az 5 gyermeket édesanyjuk egyedül neveli. A Magyar Református Szeretetszolgálat számukra élelmiszert, édességet és játékokat is ajándékozott. Az élelmiszer tartalmazó egységcsomagokat a Szeretetszolgálat munkatársai és a Kárpátaljai Református Egyház püspöke közösen vitte házhoz a rászorulóknak. Idén kiemelt figyelmet fordítottak a nyugdíjas, egyedülálló pedagógusokra. Bekopogtattak a Beregszászi Máté Magdolnához is, aki 25 évig tanított a helyi Kossuth Lajos középiskolában. Örök életbe tanít az ember. Legyen nagymama, legyen anyuka, legyen dédmama, legyen családos, család nélküli rokonság. Mindig tanítunk, ha nem is, nincs is tanító diplománk. Igyekszünk törődni azokkal, akik az élet nehéz helyzetében vannak, de még a lelkészekről sokszor elfeledkezünk. Az adományozók nem feledkeztek meg a nyugalmazott lelki pásztorokról sem. Barát Imre korábban 12 gyülekezetben szolgált, most gyakran helyettesít és egyedül él. Én azt mondom, hogy jónak lenni mindig jó, január 1-től december 31-ig. Nagyon jó dolog egy-egy ilyen ünnepkörbe észrevenni a másik embert, rokonságot, barátot, munkatársat, de az esztendő mindennapjára kell ebből a jóságból, szeretetből, megbecsülésből, tiszteletből adni. Nem csak ezekre a pár napokra, én ezt vallom. De ha már így jött, akkor ennek örüljünk is. Örülök minden találkozásnak. Azok az emberek, akik részt vállaltak az életünkben azzal, hogy fogták a kezünket, amikor leírtuk az első betűt, vagy bátorítottak, amikor először léptük át a templom küszöbét, megérdemlik az odafigyelést. Ezt vallja Zám Fábián Sándor püspök, aki ráirányította az adományozók figyelmét ezekre az emberekre. Amikor a mennyországban a jó szándék és a hála találkozik, akkor meg kell nekik ismerkedni. És miért van ez így? Azért, mert az életünkben nagyon sok segítséget kapunk a szülőktől, az óvodapedagógustól, az első tanítónénünktől, azoktól, akik nevelnek, tanítanak bennünket, a lelkipásztorunktól, aki hitre, reménységre, szeretetre nevel. De amikor felnőnek az emberek, úgy megfeledkeznek. Megfeledkeznek a saját szüleikről, nemhogy a pedagógusáról, meg a lelkészéről. És 2021-ben úgy gondoltuk mi, reformátusok, hogy egy kicsit fordítsuk a figyelmet ebbe az irányba, hogy figyeljenek oda, jusson eszükbe a lelkipásztora, aki konfirmálta vagy keresztelte a gyermekét, jusson eszébe az embernek az első tanítója, az a nyugdíjas pedagógus, aki lehet nagyon kis nyugdíjból kell, hogy megéljen, és a valamikori diákja, növendéke pedig egy tehetős ember. És tegyenek értük a fiatal nemzedék, a most erőteljes munkabíró emberek, ha nem mutatnak jó példát, ha nem becsülik meg az időseket, azzal saját maguknak a helyzetét rontják el. Én azt szeretném, hogyha eszünkbe jutnának azok, akik hatással voltak ránk, akik segítettek bennünket. A lelkipásztorok, a papok, a pedagógusok, a tanítónéni, aki írni tanított, és hogyha van rá lehetőségünk, akkor látogassuk meg, segítsük őket, próbáljunk meg egy kis örömet szerezni az életükben. Így is, hogy kifejezzük a hálánkat. A Magyar Református Szeretetszolgálat november folyamán mintegy 100 tonna tartós élelmiszert gyűjtött össze. Ebből 8 tonnát juttattak el Kárpátaljára. Elsősorban intézményeknek, olyan konyháknak, akik a leginkább rászorulókat szolgálják ki, illetve olyan családoknak,
akiknél sok gyermek van, vagy egyedül élő idősek, akik nagyon alacsony nyugdíjakból kell, hogy boldoguljanak, vagy gyermeküket egyedül nevelő szülőknek igyekszünk ezekből a csomagokból segíteni. Ez körülbelül egy olyan 6-700 doboznyi élelmiszer, ami bő egy heti tartós élelmiszer szükségletét fedezi egy nagy, mondjuk 4 gyerekes családnak. A Magyar Református Szeretetszolgálat 2022-ben is folytatja az elesettek megsegítését. Több gyűjtési akciót is terveznek, amelyeknek a kedvezményezettjei a kárpátaljai rászorulók lesznek. Műsorunk további részében Tiszaújlakra látogatunk, ahol jótékonysági koncerten gyűjtöttek a környékbeli rászoruló családok számára, majd beszámolunk a Tiszakeresztúri Református Gyülekezet időseknek szervezett összejöveteléről. Az ajándékozó bővelkedik, és aki mást felüdít, maga is felüdül. A példabeszédek 11. részének 25. versét választották mottóul annak a jótékonysági koncertnek a szervezői, amelyet 2021. december 19-én tartottak a Tiszaújlaki Református templomban. Az eseményen a nagyszülősi Bartók Béla Művészeti Iskola és a környékbeli zeneiskolák pedagógusaiból álló szimfonikus zenekar lépett fel. A koncert megszervezését a Kárpátaljai Református Egyház, az Esély az Életnek jótékonysági alapítvány és a Te is segíthetsz egyesület támogatta. Zán Fábián Sándor református püspök elmondta, karácsony tájékán nagyon sokan megmozdulnak, hogy a krisztusi tanítás szerint segítsék a nehéz sorban élőket. Nagy kérdése mindig az embernek az, hogy hogyan tudja a hitét úgy megélni, hogy azt a mellette lévő ember is jól megérezze. És a hit cselekedetek nélkül halott. És emiatt a bizonyságtevő szándék miatt állunk mellé minden olyan kezdeményezésnek, ami a nehéz sorsú, bajba jutott embereknek a segítségére irányul. Ezért fontos számunkra ez a jótékonysági koncert is, mert itt pont nem az egyháza kezdeményező, hanem egy helyszínt biztosító. Itt a művészek, a kultúrának a továbbivői, megélői voltak a kezdeményezők, hogy szeretnének szolgálni azzal, hogy egy jótékonysági koncertet tartanak a Tiszaújlaki Református templomban, és a cél legyen az, amit mi mondunk, hogy mire gyűjtünk. Tehát itt ők a kezdeményezők, ezért hálás köszönet érte, és nagyon jó azt mondani, hogy ez egy összefogás a civil és az egyházi közösség között azokért, akiknek szükségük van a mi segítségünkre. Szinte minden gyülekezetnek vannak ilyen alkalmai. Lehet egyik gyülekezetben van egy adventi gyertyagyújtás, valahol egy adventi vásár. Például a múlt vasárnap a Csongori Református Egyház községben jártam, ahol a gyerekkórus szolgálatával volt színesítve az az istentisztelet, ahol a csongori reformátusok a hetyeni és a mezővári fogyatékkal élő gyerekek napközi otthonának a támogatására gyűjtöttek. Én hálás vagyok azokért a gyülekezetekért, ahol a gyülekezet vezetőség és maga az egyháztagok fontosnak tartják azt, hogy segítsenek az elesett embereken, a hátrányos helyzetbe került embereken, és igen, karácsony környékén ez több, viszont jó lenne, hogyha nem csak az ünnepek közelettével, hanem minden alkalommal lenne érzékenységünk, észrevenni és meghallani azokat az embereket, akik segítségre szorulnak. Én azt látom, hogy a kárpátaljai emberek azok érzékenyek erre, segítőkészek, jóindulatúak, és azt látom, hogy azok a szervezetek, akik
próbálnak közreműködni, azok hitelesek, és eljuttatják az adományokat oda, ahová az adakozók szánták. Ezért is nagy hála és köszönet. A koncert egyik kezdeményezője, Barta Elemér elmondta, a befolyt adományokból rászoruló környékbeli családok számára készülnek ajándékok. Már itt 5. alkalommal szervezzük meg, azt hiszem, hogy 3 vagy 4 éve, mert nem csak karácsonykor, hanem megszerveztünk húsvétre is ilyen adománygyűjtő akciót. Nagyon hálás a szívem azért, hogy sokan mellé állnak emellé a kezdeményezés mellé, mert látják az áldását, látják azt, hogy tényleg egyre több a rászoruló, és így nem csak a két alapítvány és az egyházkerület, hanem a tiszai laki gyülekezet is hozzájárult ehhez. A helyi református gyülekezet örömmel fogadta a kezdeményezést, amellett, hogy nagyszerű lehetőség adódott az egymás iránti szeretet és törődés kifejezésére, felekezeti hovatartozástól függetlenül színvonalas zenei programnak is otthont adhatott a templomuk. Az új laki gyülekezet mindig érzékeny volt a rászorulók iránt, és nagyon örültünk ennek a kezdeményezésnek. Az orgonistánk, aki a zenekarban hegedűvel játszik, tehát őtőle jött úgymond ez a lehetőség, és mi megragadtuk az alkalmat, és nagyon örülünk, és Isten iránti hálával vagyunk a zenekarét is, gyülekezeti tagokét is, és akik nem sajnálták idejüket, nem sajnálták az anyagi dolgaikat is, és így tudnak segíteni rászorulóknak környezetükben. A zenekar magas szakmai színvonalon szólaltatta meg az ismert dallamokat Viktor Maruska vezetésével. Jelenleg a zenekar 21 tagot számlál, akik között nem csak a nagyszülősi zeneiskola tanárai vannak jelen, jól lehet, a magot ők alkotják, hanem a környékbeli kistérségi zeneiskolák, művészeti iskolák pedagógusai is. Támogatjuk ezt a jótékonysági kezdeményezést, és reméljük, hogy a jövőben is részt vehetünk majd rajta. A koncerten hallott összeállításon közel 30 éve dolgozom. Minden évben újabb alkotásokkal bővült a programsor. Időközben persze változott az összetétel, a hangszerelés, de mindent egybevetve úgy gondolom, olyan művek csendülnek fel, amelyek hallatán senki sem maradhat közömbös. Klasszikus zenei darabok mellett megszólaltatunk ukrán zenei műveket, magyar kántáló énekeket. Hogyan is hagyhattuk volna ki, ha már magyar településen lépünk fel? Örömmel tölt el, hogy olyan emberek vesznek körül, olyan kollektívával dolgozhatom, akik által a közönséghez eljuthatnak a zenei gondolataim, hiszen ezeket az ismert műveket az én átdolgozásomban, a saját zenei meglátásom és elképzeléseim szerint hallhatják a zene szerető emberek. Moje bácsinja, moje preosmeslenja vidomih tvorjev. A tiszaújlaki jótékonysági koncerten beigazolódott. A zene is lehet imádság, és a művészet, valamint a hit egytőről fakad. A közönség állva, vastapssal köszönte meg a nagyszerű élményt a zenészeknek, a szervezőknek pedig a keresztyéni összefogásért tett fáradozásukat. Mondjátok a remegő szívűeknek, legyetek erősek, ne féljetek! Áhítattal, közös foglalkozással és orvosi tanácsadással várta a híveket a Tiszakeresztúri Református Gyülekezet az Idősek Világnapja alkalmából. A Dorcas Jótékonysági Alapítvány támogatásával Kárpátalja szerte szerveztek programokat a partner szervezetek, amihez csatlakozott a Tiszakeresztúri Gyülekezet is, ahol Seres János tiszteletbeli esperes tartott áhítatot. Én úgy gondolom, hogy nagyon fontos az idős testvéreket lelkileg erősíteni. Nagyon sok próbának vannak kitéve. Vannak ma Kárpátalján komoly kihívások. Kevés a nyugdíj,
itt van a koronavírus. Nagyon nagy kérdés az, hogy oltakozni, vagy nem oltakozni. És minden esetben számunkra a legfontosabb az, hogy mit mond Isten igéje. Mert ő eligazít bennünket ezekben a kérdésekben. Nem csak eligazít, hanem a nehéz helyzetekben az igén keresztül megerősít bennünket. És azért jöttem el, hogy igai biztatással, bátorítással szóljak a testvéreknek. Hiszen a testvérek lehet, hogy már kevesebbet dolgoznak, de ennek ellenére a gyülekezet számára nagyon fontosak. Talán sokkal többet dolgoznak az öregek, akik már talán kevesebbet mozognak, fizikailag kevesebb munkát végeznek, de mégis a legnagyobb szolgálatot végzik. Én úgy gondolom, a gyülekezet számára az a legfontosabb, ha vannak olyan idős emberek, akik az imádkozás szolgálatát végzik. Én fontosnak tartom azt, hogy miközben mi fiatalabbak szolgálunk, végezzük a dolgokat, legyen a gyülekezetben egy imádkozó háttér. Egy olyan imádkozó háttér, akik az életünket végig kísérik. És én a magam részéről nagyon sokszor tapasztalom azt, hogy a szolgálatokban, a munkában érzem azt a lelki hátteret, érzem az ima hátteret, amelyeket a mi öregeink biztosítanak a számomra és számunkra. Én úgy gondolom, legnagyobb szolgálat az imádság. Egyszer valaki azt mondta, hogy a legnagyobb dolgok térdeinken állva dőlnek el. Amikor imádkozó szívvel Isten előtt állunk, és a legnagyobb dolgok térden állva dőlnek el, amikor imaharcot folytatunk egy-egy emberért, egy-egy betegért, egy-egy elesettért, és tapasztaljuk azt, hogy az imádságnak hatalmas ereje van. Izsaiás próféta könyve, 35. fejezet. Örvend a puszta és a kietlen hely. Örül a pusztaság, és virul, mint őszike. Virulva virul, és örvend újjongva. A Libánon dicsősége adatott neki, Kármel és Sáron ékessége. Szükségünk van nem csak az öregeknek, de a fiataloknak is arra, hogy ezt a szolgálatot végezzük, amit Isten a szívünkre helyezett. És itt valóban ezen az alkalmon szólt az Isten mindannyiunkhoz. Mert az Istennél nincs reménytelen eset, nincs reménytelen helyzet. Ő bármilyen helyzetből ki tud bennünket hozni, talpra tud állítani, meg tud vigasztalni, reménységgel tud megajándékozni, és nekünk a legkilátástalanabb helyzetben is van reménységünk. Mert ha a földi sátorházunk elbomol, épületünk van Istentől, nem kézzel csinált hajlék, örökké való házunk a mennyországban, amit Isten készített el az őt szeretőknek. Tehát fontos, nagyon fontos az, hogy túllássunk a föld élet határain, a föld élet nehézségein, és lássuk azt a jövőt, amit Isten a benne hívőknek készített a föld élet után. Ez a mi keresztény reménységünknek az alapja, hogy feltámadunk. Mert Jézus legyőzte a halált, és a benne hívők új életre támadnak fel, örök életre. A programhoz csatlakozott a Református Egyház diakóniai osztálya is, akik Nagy Béla főgondnok vezetésével érkeztek a községbe, és ingyenes egészségügyi szűrést, valamint tanácsadást tartottak a megjelenteknek Gál Géza családorvos segítségével. Fontos, hogy lelki támaszt adjunk az embereknek, és amellett még párhuzamosan kell, hogy orvosi tanácsadást is adjunk, szaktanácsadást, és ezen kívül meg testi támogatást is adjunk. Ez is fontos. Úgyhogy így próbáljuk egyben, közösen összefogva ezeket a gondolatokat, mert ha nem figyelünk oda az embereknek az egészségére, vagy nem figyelünk oda az embereknek a szociális gondjaik megoldásához, vagy nem járulunk hozzá a szociális problémák megoldásához, akkor hiába beszélünk mi a szeretetről.
A református egyháznak több olyan intézménye is van, amelyek az egyedülálló idősekkel foglalkoznak, többek között Beregszászon is, ahol a diakóniai osztály üzemeltet idősek otthonát. Azért is fontos az idősek otthona, mert van egy bizonyos rész az idősek keretébe, akik szeretik a társaságot. Vannak olyan emberek, akik nem szeretnek közösségbe lenni, de ez nagyon kevés. Inkább több emberek vannak, odahaza magukban vannak, viszont ha esetleg a gyermekük elutaztak, vagy elmentek a munkalehetőség miatt a nagyvilágba dolgozni, megint csak magukra vannak hagyva. De akiknek a gyermek itthon is vannak, és egész nap magukban vannak. És akkor bizony nem érzik jól magukat, nincs kivel társalogni, nincs kivel beszélgetni, és így hoztuk létre az idősek otthonát is, hogy próbáljunk mindent megtenni, hogy az idős korosztály is jól érezze magát. Mert ugye mindenünk felett járnak az évek, törődnünk kell a fiatalsággal, az új nemzedékkel, egyházunk jövőjéért mindent meg kell tenni, hogy megmaradjunk. És Isten országát csak együtt tudjuk építeni, közösen a fiatalsággal, az idősekkel. Az időseknek már sok tapasztalatai vannak, nagyon sok szaktanácsadást tudnak adni, nagyon sok úgymondva bölcs tanácsokat tudnak adni a fiataloknak is, úgyhogy együtt kell ezeket a kérdéseket kezelni. Az ünnepi alkalom során a gyülekezet szépkorú tagjai különböző programokon vettek részt. Többek között együtt készítették el vacsorájukat a parókián, a Mennyei Falatok klub keretében. Az idősek világnapja alkalmából gyűltünk most össze Tiszakeresztúrban, és igazából a Dorcas segélyszervezet az, aki támogatja ezt az alkalmat, és ők indították el idén, hogy különösebben megemlékezünk az idősekről. A gyülekezetben pedig hozzá kapcsoltuk ezt egy már gyülekezetben lévő alkalomhoz, a Mennyei Falatok klubhoz. Főgondnokunkkal nem régen találkoztam egy konferencián, beszélgettük, hogy lenne egy ilyen alkalom, és ő maga felajánlotta, hogy a diakóniai osztály segítségével hadd jöjjön ide egy orvos, aki egy ilyen pici kis orvosi vizsgálatot, inkább konzultációt tart, vérnyomásmérés és néhány jó tanács magyarul. Nagyon nagy igény van rá, hiszen ezek az idős emberek nem mozdulnak ki a faluból, nem mennek orvoshoz, sokuknak házi orvosuk sincsen, és a jövőben lehet, hogy többször is fogjuk ezt folytatni, megismételni, mert úgy látjuk, hogy nagyon nagy igény van erre. A nap végén senki sem tért haza üres kézzel, hiszen a diakóniai osztály pékségének köszönhetően mindenki vihetett magával egy-egy frissen sült házi cipót is az igei üzenet mellé. Tesszük meg megkóstolni.